Ladies and gentlemen, üdvözlök mindenkit a Bölcsészkúban, szervusztok, sziasztok, remélem megfelelő módon működik minden, elvileg minden működik, elvileg minden jó. Köszönöm szépen mindenkiek, aki itt volt az előző délelőtti próba streamen, elvileg működünk, úgyhogy nyomhatjuk neki a mai Bölcsész News-nak. Sosi, köszönöm szépen a GIF még az előző streamen adtad, de nagyon ne örülök neki, remélem, itt vagy és hallod. Mapec, köszönöm szépen a 19 hónapot. Jézus már és Livis live is! back at it again! Hát szervusz live is, 10 community gifszabban támogatja meg a csatornát. Üh. Nagyon-nagyon köszönjük, ez nagyon-nagyon jó jön, mind megy a malacpersejbe, ebből tartjuk életbe a lassan 18 ezres YouTube csatornánkat. Nagyon szépen köszönjük, Lajbis, nagyon jó fej vagy. Mindenki köszönje meg Lajbisnak, aki tőle kapta a gifszabot, tud menő emotokat használni. Viszont, amit mi tudunk csinálni, az egy nagyon-nagyon fontos intro. Srácok, elbasztam, elrontottam, rosszul mondtam, rosszul véleményeztem. A Youtube-on felhívták a figyelmet arra a kínos hibára, amit vétettem az előző Bölcsész news mi szerint MZP-t és az ő pártját én baloldalinak neveztem. Na most, azt tudnodok kell, hogy úgy általában Youtuberként, tartalomgyártóként, influencerként az egyik legfontosabb dolog, hogy sose lásd be, hogy valamit rosszul csináltál, az borzasztó. Borzasztó hatással van a brandedre, az embereknek nincs kedve követni bárkit, aki nem tökéletes. Nézzétek csak meg azt a cirkuszi akrobata sorozatot, amit Taylor Swift ad elő, amikor a magángépéről kell beszélnie. Nagyon rossz ötlet, de nekem muszáj belátnom, mert nagyon fontosnak tartom, hogy hogy a politikai művetséget növeljük az országban, és erre egy ilyen kínos hibát vétettem, hogy baloldalnak neveztem MZP-t. Elnézést kérek mindenkit. Nincs erre magyarázat, nincs erre mentség, viszont magyarázat annyi, hogy én, én sajnos, sajnos, már abban a tudatban élek, amiben sok ember élhet szerintem, hogy bárki, aki a Fidesz mellett van, az már csak baloldali lehet, mert a Fidesz olyan jobboldali. Ez viszont nem igaz, és ez nagyon-nagyon fontos aspektusa a magyar politikának, úgyhogy ennek mindenképpen utána fogunk nézni, és kiavítjuk a hibámat. Veselényi Gróf, köszönöm szépen a 20 hónapot, nagyon kedves vagy, hogy támogatod a műsort. Igen, igen, tiszta Amerika, abszolút, tehát sajnos, sajnos az én politikai műveltségem Magyarországon, ahogy azt többször is felhívtam rá figyelmeteket, eléggé alacsony, ahhoz képest, hogy az amerikai politikát mennyire ismerem, és ezért gyakran vannak ilyen áthallások, és ez borzasztó, ennek nem szabad így történnie, úgyhogy a Bölcsész News elején megnézzük, hogy miről szól az MZP, de addig is, srácok, rengeteg fan, és kevésbé fan, általában nem fan hírünk van, ami, ami a Bölcsész News jellemzi, viszont vannak azért szórakoztató elemei is, és van, van egy büdös bogár azért reflektoromon. Mire kettő van? Fanfektek is vannak, fanhírek is vannak, és büdös bogarak is vannak a reflektoromon. Enjoy! E, így vagy úgy, hogyha végigélitek velem ezeket a nehéz híreket, akkor természetesen egy szuper szexi hírrel zárjuk le. Egy olyan szexi hírrel zárjuk le a mai adást, hogy az annál szexibbet én nem tudok elképzelni. Egyszerűen csak nyers szexiség. Uh, Úgyhogy készüljetek föl erre uh, Nem lesznek marihuánás hírek Nem, tudom, hogy 4-20 van Tudom, hogy 4-20 van, nem lesznek marihuánás hírek Nem vagyok a híve No de uh, Imádod azokat a bolgarakat? Agent, mi van veletek ma? Mi van veletek ma? Először az előző streamen azt mondjátok nekem, hogy a leopárt fóka a legbrutálisabb Gyilkosa a tengereknek uh, Már ami a izé, igen, a gyilkos bánákon kívül értendő. Szóval, a második legbrutálisabb gyilkosa a tengereknek, arra azt mondjátok, hogy cuki, most meg, hogy a büdös bogarak azok egy preferált életélményei Agent Lily Carter minden napjainak, én ezt nem értem. De tudjátok, mit elfogadom, mind mások vagyunk, viszont egyet értetünk abba, hogy indulhat a Bölcsész News. We back at we back at it, itt vagytok. Szarkasztikusan mondta, jó, 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 jó. Deja vu, turbék, turbék, már nem mondtam, hogy mi az a voodoo a háttérben. A, kérlek szépen, maszkok, különböző országokból, azt, hiszem, opa, azt hiszem, az, az Kenyából van. Ezek ilyen, nem, nem, abszolút nem költséges mű, műtárgyak, ezek egyszerű maszkok, amiket innen, onnan az én anyám beszerzett. Úgyhogy, ja, ezek izgalmas maszkok, illetve, illetve arra szolgálnak, hogy távol tartsuk, távol tartsuk a, a rossz és káros gondolatokat a mindennapjainkból. Úgyhogy ez a Bölcsész ez halálosan, uh, halálosan pozitív lesz. Pontosan emiatt jöjjenek a magyar híreink. Sosikám, szervusz, látom, hogy visszaérkeztél. Nagyon szépen köszi a GIF szabot, amit adtál 5 órával ezelőtt. Megköszönöm neked újra. éljen éljen, Köszönjük szépen a támogatást, srácok. Nézzük meg akkor, hogy az MZP az miről szól. Felmentem az ő oldalukra. Mindenki Magyarország a mozgalom. Itt, 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 mosolyog, de csak az állkapcsát lehet látni. Ez nem egy... Ez nem egy jó honlap. <laughs> What the fuck? <laughs> Oké, okay, Nyomjuk, beszéljük egy kicsit a magyar hírekről. <laughs> Ez nagyon fura. A programról. Ébresztő Magyarország. A Mindenki Magyarország a Mozgó Megyesület aggodalommal tekint Magyarország és a társadalmi élet minden terén tapasztalható morális válságra, az életszínvonal rohamos romlására, fair, valamint az ezek következtében egyre több helyen tapasztalható, mint súlyosabb szociális megélhetési problémákra és ezek miatt töltő általános társadalmi feszültségekre. Ezzel majdnem mindenki így van, ezért is ez a mindenki Magyarországa és a minden Magyarországinak a véleménye. Uh, e, e, soknak. Az MMM sajnálata tapasztalja, hogy valós felelősségteljes válságkezelés és a hibás gyakorlattal való szembenézés helyett a kormány ezekben a kritikus. Egyébként ez második bekezdésben már antikormány pozícióba helyezi a saját pártját. Az szerintem olyan szempontból veszélyes, hogy Először talán meg kéne fogalmazni, hogy ti milyen értéket képviseltek, miután elkezdtek basszlatni mindenki más. Ugyanakkor a magyar politika nagyon sok szempontból engem azért távol magától, mert ennyire haragos és dühös. A, attól függetlenül, hogy megérthető vagy nem érthető, ez, ez, ez fárasztó. Igen. A kormány ezekben a kritikus időkben is folytatja a marketing kormányzás jogtipró és korrupciós gyakorlatát és a bűnbakkeresést, A saját felelősségét hárító magát, áldozatnak beállító társadalmi tudatosan hazugságban tartó és súlyosan megosztó politikáját, amely több távon minden bizonyal kedvező lehet zsarnoki hatalma fenntartására, azonban hosszú távon súlyos erkölcsi és nemzetgazdasági károkat okoz. Más ugye használják az erkölcsi meg a morális jelzőt, ez valami, ami a jobboldali gondolkodásnak egyébként a sajátja, hogy az alapvető elveit és céljait azokat morális filozófiai gyakran vallásos alapokra helyezi. Legjobb tudomásom szerint MZP is egyébként keresztény. Az MMM sajnálta tapasztalatai ellenére hisz abban, hogy ez a válság lehetőséget ad a váltásra, amely az ellenzék és a civil társadalom összefogásával közös erőfeszítéssel érhető el. Oké. Okay. Hiszünk abban, hogy a széleskörű összefogás összefogással, politikai gazdasági rendszerváltással, új jogalkotási kultúra megteremtésével, a párt befolyástól mentes, szabad versengő, kreatív, szociálisan érzékeny, szociálisan érzékeny. Ez nagyon baloldalinak hangzik. Mi milyen szempontból vagyunk mi szociálisan érzékenyek. És valóban szolgáltató önkormányzat, valóban szolgáltató önkormányzat. De most ez. a szolgáltatás ez valami, ami inkább az amerikai politikában ennyire ellentmondásos a jobb és a baloldal között, mert ott van az, hogy a bármilyen szociális jutatást a republikánusok, azok most már sajnos folyamatosan szocializmusnak neveznek, és így elvetik, és ezért gyűlölik, és csak a nyilvánvalóan a szegény emberek veszik igénybe, akik nem akarnak dolgozni, és stb. Ez a szociális jutatások nagyon szórakoztató, mert Európában abszolút mindkét oldalnak a, 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 a tölténytárába belefér a szociális támogatás, Amerikában annyira nem. Igen. És valóban szolgáltató önkormányzatok törvényi garanciaival a civil szféra szakértelmének tenni akarásával, az önkormányzatokba való, való bevonásával, az egyén és családok számára remény és jövőkép felvázolásával, illetve hiteles szolgáló önzetlen vezetéssel. Önzetlen. Áj... Én, 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 túl sokat éltem már ahhoz, hogy ebbe hinni tudjak, de fair enough. Az önzetlen vezetésbe egyszerűen nem tudok már hinni. Elindítja az országos felvilágosító programját, ébresztő Magyarország elnevezéssel. Ennek megvalósításához együttműködésre, csatlakozásra hívjuk a rendszer szerepet vállalni akaró minden demokratikus szervezetet. Nagyon jó. Mozgalmat és pártot, azok takjait, szimpatizánsait, aktivistáit és minden bátor civil társat, akik már látják, érzik a nagyszerű országunk elköltségek kisiklott, korrupálódó, hatalomítás kontrolljukat vesztett vezetői miatt került ebbe a végzetes helyzetbe. Hmm, Oké, okay. oké. Okay. Rólunk. Mozgalom tagjai hisznek abban, hogy Magyarország egy politikus, politikai kultúrváltásra van szükség. Erről beszéltünk. Mozgalom alapításokat rövid távú célként azt jelöltük meg, hogy legalább egy helyi ellenzéki jelöltüket tudjuk állítani a fidesz szemben. Oké. Okay. fidesz szemben, fidesz szemben, le a fidesz le a fidesz Ö, Szeretném tudni, hogy ti miről szóltok. Mert hogy az előző, na, nézzétek, tehát az előző monológban nagyon fontos gondolatok voltak elrejtve, kimondva gyakran, de egy, egy, stabil listába szedett párt programonak én nagyon örülnék, hogyha ez könnyen elérhető lenne a honlapi portokon. Az általában rengeteg választ a helyzetét szerintem. Igen, tisztújítás. Mi a program? Misszió. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó, akkor megtaláltuk. Tisztességre és átláthatóságra épülő és társadalmi tudatosság növelésére, a vitakultúra elterjesztésére nagyon jó, és a hazája iránt felelősen gondolkodó és telkő emberek számára növekedés növelésére törekszik. Milyen több ember számára az együttés és az együttműködés alapját olyan értékekkel képezik, mint a tolerancia, az igazságosság, a becsületesség, tisztesség és az emberség. Ez nagyon jó. Na, ez a felsorolás netto, nettó összemossa a Tradicionálisan jobb és baloldali uh, alapelveket. Tolerancia, szuper baloldali. Igazságosság, de ez mind a kettő oldal lehet. Becsületesség, tisztesség, na ez már jobb oldalinak hangzik. Emberség, nem tudom mit jelent, ez nagyon filozófikus Szolidaritás, megint csak baloldali gondolat. Szeretet, uh, jóság, békességre való törökvés, ez meg megint uh, keresztény alapelveknek hangzik. Szóval uh, ez, uh, a konfúzió azért... Uh, meg, megérthető lehet talán az én oldalról, viszont ez mindenképpen én úgy gondolom, hogy sok olyan elvet egyesít, ami klasszikus értelemben jobb és balolda is lehet. Most élőzik az MZP? Hm, oké. Okay. Be, becsatla... Nem, nem. Rédelj... Ré... Rédeljük az MZP-t! Készen álltok, srácok! Eljött az idő. Eljött az idő, hogy rédejük az MZP-t. Nagyon régóta nem rédeltünk senkit, az MZP-t most berédeljük, de is. Megyünk tovább. <síthat> Hogy meglepődne? Hogy meglepődne? Sajnos jelenleg nem lehet programpontokkal nyerni. Úgy néz ki, úgy néz ki, hogy ez egy, ez egy, ez egy uh, reális valóságnak tűnik. De tanulunk. Igen. MMM víziója, ügyészségbíróság független, na, ügyészségbíróság függetlensége, választás és médiatörvény való, valódi egyenlő esélyeket ad, az alkotmány konszenzussal írják, ezek vágyak és nem programpontok. De ez nagyon sokszor ugyanaz. Alright. Helyi ügyek képviselete és azok felkarolása, támogatása, az emberek minden napi életét segítő gazdagító projektek kerülnek előtérbe. Ezek általános elvé, elveknek hangoznak, és nem konkrét programpontoknak, de tudjátok mit? Rendben. Egy kicsit én ezt tovább fogom olvasni, nem akarok túl sok időt eltölteni ezzel, mert megunjátok a francba. Én, 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 én készen állok arra, annak a gondolatnak az elfogadására, hogy itt találunk konkrétumokat, amikbe bele lehet kapaszkodni. Rövid távú célok például nyerni. Igen, nyerni. Ezek a rövid távú célok, illetve a Fidesz szavazók, akik tévesen gondolják. Oké. Okay. Javaslom mindenki Magyarország rólunk misszió pontját elolvasni, lehetséges, így találni konkrétumokat, konkrét programpontokat, amik nem egyfajta politikai vágyat jelenít, fogalmaznak meg, hanem konkrét szavazati segítséget adhatnak esetleg embereknek. Én ezt végig fogom olvasni, meglátjuk. Így vagy úgy, nagyon úgy hangzik, hogy ez alapvetőleg nagyon úgy, úgy olybá tűnik számomra, hogy itt, ahogy mondtátok, kevesebb a programpont, és több a, az elméleti vágy, amivel végül is nem feltétlenül van baj. Így vagy úgy, ezt még meg kell ismernem, hogy konkrétan el tudjam dönteni, hogy miről van szó, de teljes mértékben elfogadtam azokat a kritikákat, hogy ezt rosszul mondtam. Nem úgy tűnik számomra a mindenki Magyarországa mozgalom, mint valami, ami egy baloldali kezdeményezés. Elég konkrét, hogy szedte a csillagászati adósságokat, adósságot a városban. Hm. Tök jó hangszak ezek a dolgok, de valahogy nem tudok hinni már az ígérgetésnek. Azt mondom, hogy ez nem is ígérgetés, ezek vágyak. Ezek ezt akarjuk, meg ezt akarjuk, meg ezt akarjuk. De amik a konkrétumok, azok, azok itt is, az a rövid távú célok, a helyet, tehát, hogy itt nyerni, európai parlament választásokon mandatumok több mint felét megnyerni, tehát ugye a rövid táv az természetesen a hatalom átvétel. Ugyanakkor mit várunk? Hogyan lehet más, hogy változást elérni, mint hogy az ember átveszi a hatalmat? De hát a gyurcsány, oh, oh, a a bugiman, vigyel, ne nézz hátra, jön a gyurcsány. Na jó van, ezzel a továbbiakban fogok még okulni, és tanulni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki felhívta a hibámra a figyelmet. Noodle time nincsen, noodle time be van rakva, mert azért elég hideg van ilyenkor, és a noodle az el van téve rengeteg párna közé, uh, only black socks. Sa sajnálom, most nincs noodle time semmi, nincs null no time. Viszont egy érdekes kérdés még a magyar szegmenshez, amit lehet meg lehet vitatni. Donát Anna a DK-nak a kutyapárt egyéni jelöltjeivel szemben elindulni súlyos hiba, és a Fidesz ma már hajtja a vizet. Donát Anna Momentum elnök elreagált a kutyapárt és a DK közös, közötti feszültségre a hegyvidéki választáson, az nagyon kínos volt. Én hegyvidéki gyerek vagyok, azt végignéztem, az nagyon kínos volt. Nagyon. Szerintem az előválasztás akkor működik, ha a résztvevő pártok tiszteletben tartják az eredményét, az európai módon csak így lehet politizálni. Az az, hogy a MKKP 12. kerületi szervezete azt állítja, hogy élő Norbaert, a akadályozza meg őket abban, hogy az önkormányzati választásokon simán legyőzzék a Fideszt. Ez az a fajta marakodás, amiből baszottul elegem van. Ez az a fajta marakodás, ami, ami mind a két oldal szempontjából tényleg csak a baloldal kárát okozza. PV, köszönöm szépen a 13 hónapot! Az, hogy ezek egymásnak feszülnek, abból ki fog győztesen kijönni. Én nem gondolom, hogy az MKKP könnyedén megnyerheti a simán legyőzheti a Fidesz, ugyanakkor ez a fajta magabiztosság, ez mindenképpen megnyerő. A kutyapártások azt állítják, hogy az élő azt is felvete, felvete, felvette, hogy a kutyapárt ne induljon Óbudán, Újpesten és a 17. kerületben sem, mert különben a hegyvidéken összehozza a Fidesz győzelmét. A kutyapárt szerint viszont akkor is nyelhetnek, a DK és az MSP elindul ele ellenük. Nagyon jó, nagyon jó, zabáljátok fel egymást, üssétek, rugjátok! a szimpatizánsaitokat. A lényeg az, hogy, hogy, hogy minél több apró szeletre hújjunk szét. Balodai gondolkodók. Ez nagyon-nagyon fontos, én ezt szeretném kérni. Kvantyi, köszönöm szépen a 9 hónapot, megszületett a gyerek, Kvantyi! Fuck yeah! Köszönöm szépen a támogatást! A kutyapárt az egész neki járó pénzt minden évben jótékony célra használja fel. Az egyébként nagyon jó hangzik. Az nagyon jó hangzik. Johnny, ez nagyon-nagyon, ez, ez, ez örömtei. Nem tudom, hogy hogy érezzem magamat a kutyapárta kapcsolatban őszintén, többet kell még ott is okulnom, nem akarok emiatt. most elkezdeni hosszú, hosszan monologizálni, de ez mindenképpen jó hangzik, hogy jótékony célra használja fel. A másik az, hogy milyen hatást ér el a politikai hadszíntéren, az egy egészen másik dolog, ami sajnos nem függ össze azzal, hogy valaki jótékonykodik. Előválasztásnak nem pont az a lényege, hogy egymás közt marakodjanak? Mondasz valamit, mondasz valamit, mondasz valamit, valószínűleg azért zavar engem ennyire, mert már a nagy képben gondolkodom. Mondasz valamit, elfogadható, elfogadható, hogy esetleg ezt már itt el kell kezdeni. A dk politikusok meg a fideszesekkel is antipatikusabbak. Éj, ez, 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 ez nagyon érdekes, az amerikai politikában, amit fogunk róla beszélni, annyira szórakoztató, hogy... A demokraták, akik a világ faszfejei, egyszerűen olyan bénák, hogy nem igaz, azok valahogy mindig megoldják, hogy a teljes mértékben mellettük álló szavazók folyamatosan szívják a pofájukat, nem tudom, hogy hány éve. De Hillary Clinton óta abszolút. Szóval az a fájdalom és szenvedés, amit át kellett élni egy baloldali szavazónak Amerikában, amikor hallotta Hillary Clinton azt mondani, hogy Pokémon go to the balls! Az, ez, ez szerintem csoda, az egy média történelmi pont, és ezt tanulnunk kell évezredekig hogy hogyan lehet valakinek ennyire a saját lábában felbuknia. Csodálatos. Szóval, uh, igen. A 120 éves, uh, 123 most már, 123 éves uh, Joe Biden-t indítani korrekt az úgy, az úgy előre vezet 120% Trump győzelem. Igen, Trump nyelni fog, ez most már egészen biztos. Ez most már egészen biztos, de majd beszélünk róla. Srácok, megyünk tovább, megyünk tovább, szánkázunk tovább. Új gondolataim vannak a Bölcsész news kapcsolatban, megnézzük, hogy mi és hogyan jön össze. Nézzük meg, hogy mi zajlik a közéletben. Nagyon fontos egészségügyi dolgokat találtam. Jöjjön a közélet! Véget vetne a Covid és influenza sok frissítésének egy új vakcina. Ez azért nagyon fontos információ, biztos vagyok benne, hogy egy rakás emberet és már rohadtul elege van, de, megértető módon egyébként, én is négyszer vagyok oltva, már nem akarok gyére. Majd Barbara, köszönöm szépen az öt hónapot! Szervusz, szervusz, köszönjük szépen, hogy itt vagy, de jó. Szóval, Barbara... Arról beszélünk éppen, hogy véget vetne a COVID és influenza oltásoknak egy új típusú vakcina. A Riverside-i Kaliforniai Egyetem kutatói, egy legalább nem brit tudósok, egy olyan vakcina típust alkottak, mely bármilyen vírus törzs ellen hatásos, így szükségtelné válna az oltások folyamatos frissítése. Ez fantasztikus, ez nem csak a COVID-ra vonatkozik, az in sima influenza oltás is minden évben meg kell ismételni. Sőt, sőt, ez biztos vagyok benne, hogy majd írják a cikkben, de ez talán arra is lehetőséget ad, hogy ne fejlődjenek ki folyamatosan újfajta vírusok, amik veszélyeztetik az emberi társadalmat úgy általában, mert előbb-utóbb feltalálják a zombivírusba az meg. Előbb-utóbb az nem random gombákból fog jönni, az egy mutálódott influenzából fog jönni, amit minden évben 80 különböző influenza verziót gyárt ki az emberiség a rengeteg antibiotikum használatával. Így vagy úgy, ez egy nagyon lelkesítő dolog, és valami, ami végre valahára a me me megérdemelt sírjába tenni ezt a COVID vakcina dialógust. Kutatók minden évben próbálják előrejelzni, hogy melyik négy influenza törzs előfordulása lehet a leggyakoribb négy. Fucking négy. És ezek alapján fejleszte ki a szezonális influenza többes szám. Hasonló a helyzet a COVID-19-el kapcsolatban is, ez abszolút így van a, kutató, a, a kutatók reménye szerint viszont pont ezek a folyamatos fejlesztések váltnak feleslegessé egy új oltási stratégia bevezetésével. Az ő vakcinájuk a vírus genom egy olyan részét célozza meg, amely a vírus minden törzsében közös. Az oltóanyagot és annak hatásosságát eddig egér bizonyították. Az egér az már nagyon jó, az már egy emlős állat meg, az már nagyon-nagyon előre haladott dolog. Nagyon-nagyon reményteli, én ennek nagyon örülök, abszolút aggódom az emberiség zombivel válása szempontjából, és ez szerintem remek. Mikor jön az örök élet? Elvileg már az az ember megszületett, aki örökké fog élni. Ez nem. nem nálam nálam sok, sokkolhat titeket a tény, de nálam tízszer intelligensebb emberek is azt mondják, hogy a jelenlegi egészségügyi fejlődés nyomán könnyedén lehet, hogy már megszületett az a csecsemő, aki örökké fog élni. Mi még meghalunk, mi még mind meghalunk. Hogyha itt vagy, és érted ezeket a szavakat, amiket kimondok a számon, akkor meg fogunk halni, de de az emberiség nagyon-nagyon megy előre. Danikusz, köszönöm, hogy csírt. Szed beadandó írós, lekéstem a stream elejét. Ó, oh, semmi gond, Danikusz. Mert abszolút úgy, úgy raktam most össze a bölcsész news hogy csak úgy pörögnek a hírek, úgyhogy mindig lesz valami, ami érdekelhet. Szóval! Az új típusú vakcina is egy vírus élő módosított változatát használja, de anélkül is működik, hogy a beoltott szervezet hagyományos immunválaszsal vagy immunaktív fehérjékkel rendelkezne. Nagyon jó! nagyon lelkesítő, egerekben működik, csak ki kell ezt várni. De ez remek, srácok, lehet, lehet hogy ezen túljutunk be az meg, ez fantasztikus. Ebben az évben egyébként találtunk, nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy nem mondom pontosan, de találtunk egy új előrelépési lehetőséget a rákkal szembeni küzdelemben is, úgyhogy uh, itt szeretném kifejteni, hogy a tanárok mellett, akiket mélységesen tisztelek, és nagyon fontos részeinek tartom őket a társadalomnak. Az egészségügyi dolgozók és kutatók legnagyobb fasz gyerekek bazd meg. Annyira, annyira lelkesítő, hogy valaki bazd meg, megtanulja kémiát, néha még a fizikába is belenéz, rengeteg biológiát, és azt mondja, hogy tudod, mi van, tudod, mi van, én egy kibaszott laborba fogom tölteni az életem, hogy hátha, hátha, egy kicsivel közelebb kerüljek ahhoz, hogy esetleg egy olyan dolgot állítsunk elő, ami milliárdok ö, életét megjavíthatja. Ez egyszerűen full respect, az meg a kutatók. Az egészségügyi kutatók azok laza emberek. És, 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 és bazd meg sokkal, sokkal több díjat kéne nekik adni. Sokkal többet. De van erről egy remek sketch, amit nem mutatok meg, mert lehet, a YouTube. Arról szól, ezt lehet, hogy már meséltem, ki ilyen PIL nevű. Ö, komikus párosnak a, az alkotása, uh, amelyben arról van szó, hogy a, egy a Amerikában nagy dolog az, a foci draft meg az NBA draft, amikor az új tehetségeket felveszik a csapatok. Ez egy nagy show. És egy ilyen sót csinálnak, egy évértékelő sót, csak a díjakat nem az amcsi focistáknak adják át, hanem a tanároknak. És akkor így visszanézik a visszajelzés, hogy nézd, itt jön a tanár jobb oldalról, úristen, megragadja a csöndes gyereket, és bevonja a beszélgetésbe. Geczi, jó, nem akarom tovább mesélni, mert az sokkal viccesebb, mint ami én vagyok. Így vagy úgy, nagyon szórakoztató képet alkot arról, hogy milyen lenne, hogyha úgy, úgy díjaznánk a társadalomunknak ténylegesen fontos embereket, mint a celebritásokat és a sportolókat. Mondom ezt, én celebritás, abszolút nem vagyok lényeges eleme a társadalomnak, úgyhogy yeah! Vincent, köszönöm szépen a három hónapos subscription-t. Éltem be elő egyszer, kétszer, nem, sokszor kaptam díjat. Jézusom, rengeteg díjat kaptam, sarab szírmai. De az éltem első díjat, az odaadtam egy lánynak, aki gyerekeket hozott össze a családokkal. Mert már akkor tudtam, hogy bazd meg, azért, mert én a kamerába, azért sok, díj, sok, díjat nem kell elnyerni. Így vagy úgy, nagyon értékelek titeket. Gergész nemzeti hős, aló faszt. Aló faszt, az majd akkor lesz, amikor végre valahára össze. Megragadom, megragadom. A katonesek fölötti uralmat, ezzel egy katonai pucsot ö, viszek véghez, Átveszem az uralmat Magyarország fölött, és végre lerohanjuk Finnországot. És eltöröljük őket a kibaszott térképről, majd akkor leszek nemzeti hős. Srácok, ez remek. Viszont, egy nagyon érdekes másik téma is ö, Felmerült a közéletek kapcsolatban, ne menjetek nyaralni, hagyjátok abba, de bárhova is mentek, nem menjetek a Kanári-szigetekre. Ezt kérik a Kanári-szigeteik emberek, ezrek tiltakoznak a Kanári-szigetekre érkező túllista áradat ellen. A Kanári-szigetek nem egy nagyon jó nyaralási hely, közel van és nem annyira drága, úgyhogy befogom a pofámat, de én többször voltam a Kanári-szigeteken, szerintem nem annyira fan, nem annyira fan. Ne, nem annyira fan. Én nem tudom elképzelni bazd meg, hogy Barcelonába drágább lenne elmenni, mint, mint a Kanári szigetekre. Ne, ne, nem fan. És Barcelona fantasztikus. A kultúra, a történelme, a gasztronómia, sweet Jesus. Na mindegy, én egy kanári szigetek héter vagyok. És a múltkor valamelyik streamben megkérdeztétek, hogy melyik országot utálom, és és ö, Szerbiát mondtam, mert egyszer volt ott egy rossz élményem, de őket se utálom, az is egy nagyon szép ország. Rengeteg, majdnem minden országot szertek, de most akkor határozzuk megint egy Kanári szigetek héter vagyok. Nagyon <laughs> nagyon rossz hely, sem semmi érdekes nincs ott. Na mindegy. Nézzük, hogy mit mondanak az emberek. Több ezen csatlakoztak szombaton a kanári szigeteken zajló tüntetésekhez, amit azért szerveztek a helyiek, mert szerintük fenntartatlan a beáramló turisták száma. Tüntetek például Tenerifén és Gran Kanárián is, miért hol máshol, de olyan nagyvárosokban is, mint Madrid. Alright, sz 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 szimpatizáltak. Bár az idegenforgalma szigetcsoport GDP-ének a 35%-át adja ki, hajajajajajajajaj! Hajajajajaj. Na itt nem volt politikai támogatás a háttérben, ez sejtem. A tüntetők szerint a jelenlegi helyzet már környezeti szempontból is fenntarthatatlan, és elviselhetetlenül drágává tette az életet. Ez fair. A tüntetések olyan környezetvédelmi csoportok támogatják, igen, mint például a Greenpeace vagy a WWF. A WWF az vegye le a logójából a pandát, és akkor egyetértek belük. A Greenpeace egy nagyon fura szervezet. Sok hülyeséget beszélnek a uh, szociál média oldalaikon. A wwf el semmi baj nincsen, csak a pandákat vegyék ki a logójukból, le a pandákkal, halljanak ki a pandák. Elértük azt a pontot, ahol az erőforrások felhasználására és lakossági jóléte között egyensúly megbomlott, különösen az elmúlt évben, mondta Viktor Martin, a szombati tüntetés egyik koordinátora. A. Igen. Tavaly 13,9 millió turista ment a kétmillió lakosú szigetekre. 14 millió. Jesus. Jesus. Az nagyon sok. Tourism in Budapest, aha, 700 ezer volt két, 2020-ban. Post-Covid, blablabla, bla, talán felment egy millióra. Jesus! 14 millió! What the fuck? Na jó, meg, jó, oké, kész, vége, én a Kalályi akikkel vagyok. Shut that shit down, az nagyon sok. <laughs> Nem tudom erről mi a véleményetek. Van-e joga a helyieknek kirúgni az embereket? Én úgy gondolom, hogy a saját magukat Kár, saját maguknak okoznak kárt ezzel, akkor a liberális lelkesedésem azt mondja, hogy fuck yeah, vegyétek ki a saját zsebetekből a pénzt. Persze, persze. Minden jogotok megvan hozzá. Szerintem meg vagyok. De most az más kérdés, hogy akkor egy kvótarendszert alakítunk ki. Ennek a gyakorlati oldala mi. Kitengedünk be csak a gazdagokat, csak a szegényeket, csak a fehéreket, csak a barnákat. Mi alapján határozzuk meg, hogy ki jöhet be és ki nem jöhet be, mert kizárni mind a 14 millió embert lehetetlen. Az emberek át fognak úszni. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Ez egy érdekes kérdés, mert ugye itt áll meg a filozófia, ahol azt mondjuk, hogy persze, önrendelkezési jog az a legfontosabb, az mindennél fontosabb, de aztán mi az Isten csinálunk? Hogyan, hogyan határozzuk meg ennek a kereteit? Új hír, Argentina be akar lépni a NATO-ba? Nem írtok sokan híreket, mert még most indult újra a Bölcsész News, de srácok, hogyha van kedvetek, van kedvetek Uh, valamilyen hírről beszélni, linkeljétek be Discordon nyugodtan. Én erről fogok beszélni, szerintem most egy ideig megint lesz Bölcsész News, adok neki még egy nagy löketet. Nézzük meg, köszönöm szépen a friss hírt, vizsgáljuk meg, uh, mit van, Argentina akar belépni a NATO-ba. Opa! És tényleg, Argentina ezt to Join NATO. Na, ez egy nagyon izgalmas. Ez egy nagyon izgalmas téma. Nekem most jön ki a NATO-s videóm jövő héten, úgyhogy ezt bele is fogom venni. Nem véletlen szerintem, hogy egyre többen akarnak most nagyon NATO tagok lenni. De oda hogy lehet belépni? Konszenzus alapján. A NATO-nak a java része az konszenzus alapján működik, tehát ha mindenki megszavazza, akkor lehet csinálni. Hogyha egy valaki nem szavazza meg, akkor nem lehet csinálni. Ilyen, erre volt példa ugye Magyarország versus Finnország, illetve Magyarország és Törökország versus Svédország. Ha nincs konszenzus, nincs döntés. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a fordítottja is igaz. Tehát ha a tagok elfogadják a beadott jelentkezést, akkor Argentina be tud lépni. Miért nincs Discord a linkek között? Ú, fel, fel kell rakni. Nincs, nincs kint a gyerekek. Én, én, én nagyon rossz vagyok ezekben. Én nagyon rossz vagyok ezekben. Ennyiben ennyi, Elgyő. Ennyi, ennyi, felrakom, felrakom. De egyébként itt chatben meg lehet találni, igen. Illetve YouTube-on is fenn van. Oké, okay, de ez nem kifogás, megcsináljuk. Köszönöm szépen, hogy jelezted, Live is, uh, és mindenki más. Uh, skacok! Nagyon izgalmas, ezzel ez, ez egy, egyelőre nem tudunk mit kezdeni, ez még nagyon friss hír, de most már lehet tudni, hogy még egy dél, dél-amerikai dél haverunk is lesz megint. Ez nagyon jó hír, Argentinának szüksége van támogatásra, így vagy úgy. Megyünk tovább, mit szólnátok, hogyha kiszállnánk a közéletből, és a legkibaszott röhelyesebb kulturális hírt a héten megosztanám veletek. Csecsenföldről. Jöjjön a kultúra! Csecsenföldön be betiltják a zenét, ami 80 BPM-nél lassabb és 116 BPM-nél gyorsabb. BPM! Beat Per Minute! Alapú kulturális blokkád alá veszik a saját országukat. Miért teszik ezt? Engedjétek meg, hogy röviden összefoglaljam. Nagyon szeretnék a csecsenek, hogy a több nemzeti zenét használ, hallgatnának az emberek, és a nemzeti zenéjük az nagyon gyors, de annak a felezése az 80 közé esik. Ennél többet nem kell elmagyaráznom, hogy ez pontosan miről szól, a felezés azt gondolom, sejtitek, hogy miről szól, de a lényeg az, hogy mindezt azért akarják, hogy több nemzeti zenét hallgassanak az emberek. Tájván mintáján elindulva, a kultúrális diktatórikus döntések, azok sosem azt az eredményt hozzák, mint amit a megalkotóik szeretnének. Ez számomra kibaszott röhely, de ez azt jelenti, hogy nagyon szórakoztató. Ez azt jelenti, hogy nem lehet Taylor Swiftnek egy csomó számát hallgatni, Drake egy csomó számát hallgatni, szinte semmilyen kanye de lehet rengeteg DMB-t és rengeteg csecsen zenét. Viszont, ami nagyon szórakoztató, az orosz himnus se lehet lejátszani az országban, mert az is lassabb, mint 80, igen, lassabb, mint 80 BPM. Én szerintem azt meg fogják engedni a csecsenek. Ezt a észrevétel Filip de Franco-tól vettem át, de nagyon szórakoztató. Nézzük, az idióták betiltották legnagyobb haverjuknak a nemzeti indulóját. Na jó van, nézzük meg, hogy miről beszélnek. Így van. Uh, all Musical Vocal and Choreographic Works Must Respond, így van. Tehát a tempójuk az 80 116 BPM közé uh, kell, hogy essen, különben nem lehet. Nem lehet hallgatni. Igen. Cse pontosan ahogy írják, a csecsen zenét és táncprodukciót akarják visszahozni és tudatába helyezni a mindennapjaikba, Minden akarják a mindennapjaikba csepegtetni a csecseneknek. Ez fantasztikus. Baróink, igen. A zenei kultúrát átvenni más emberektől elfogadhatatlan. ebből annyira gecire elegem van. Ez egy annyira, annyira kőkorszaki felfogás, hogy nem lehet átvenni másoktól a zenei kultúrát, Bármilyen kultúra is nem lehet átfogni. Ez az a basz meg, amikor Amerikában az afroamerikaiak arról magyaráztak, hogy fehér embernek, nyilván ez egy szélsőséges szegmense, és abszolút nem az általános véleményt Reflektálja, ezt mindig hozzá kell tenni, de csomóan az interneten arról beszéltek, hogy fehér embernek ne legyen dreadlocks-ja, ne legyen összefont ö, haja, mert az az afroamerikai kultúra sajátja, bitch, az is Afrikából jött, az egyiptomiaknak is volt, rengeteg másik országban szokás, az a fajta dreadlocks ö, stílusú hajviset, amit az afroamerikaiak is szeretnek hordani akkora bullshit bazd meg, hogy ezek a kultúrák azok egy ilyen saját üveggömbjükbe visszaszorulva tengetik a mindennapjaikat, és függetlenek bármilyen külső behatástól, hogy az számomra röhelyes. Nem lehet azt mondani. Nem lehet azt mondani, hogy bármelyik kultúra csak a saját kis elfán tornyában csücsörészik, és nem vesz át inspirációt, segítséget, új gondolatokat más kultúráktól. Bullshit! Bullshit! Annyira, ez annyira dühít, mert ez egy annyira, annyira Fa, tényleg, kőkorszaki felfogás. Kőkorszaki, mert, kőkorszaki, mert már a középkorban se gondolták ezt a hülyeséget. Jézus Mária. Na jó van, gratulálunk Musának, ezt nagyon rosszul mondta. Így van. Na most, és értitek, és értitek, hogy mi az ellentmondás? Ez egy bullshit szöveg, ami abszolút nem igaz, és egyetlen egy kultúra sem mentes más kultúrák befolyásától. De a második része pedig az, hogy az embereknek, köze, embereknek és a jövőnek, ezt nem tudom, hogy fordítsam, szóval az emberek életébe és a jövőbe is. Ö Innyek, nem, nem, beszélj magyarul szírmai. Szóval, hogy na, szóval az embereknek és, a, és az emberek jövőjének, nem tudom, ez hogy, people and the, to the future, az, a jövőnek kell elhoznunk a kulturális hagyatékunkat? Ezt nem tudom, hogy fordítsam. A lényeg az, a lényeg az, hogy a kulturális hagyatékunkat az embereknek me, me, meg kell osztani, és a jövőnk szempontjából garantálni kell a túlélését. Uh, gyerekek, ez egy teljesen korrekt gondolat. Ez teljesen korrekt gondolat, ezt abszolút tudom támogatni. Fontos a nemzeti kultúra, tényleg garantálni kell a tovább élését, tényleg kell garantálni, hogy a jövőben is legyen csecsen kulturális örökség. Ezt nem lehet úgy, nem lehet úgy, hogy kitértjük a Taylor Swift-et. Ez nem lehet. A csecsen kultúra nem függ Taylor Swift-től. Nem fogják azt írni a történészek, bazd meg, hogy és akkor. 2024-ben új albumot jelentetett meg Taylor Swift. És az emberek Csecsenföldön kidobták a lemezeiket, megtagadták népdalaikat, és azt mondták, hogy mostantól csak Taylor Swiftet hallgatunk, bazd meg. Jó az esély rá, de szerintem nem fog megtörténni. <laughs> Úgy lett teljesen a kultúrát, hogyha megosztjuk? Abszolút, abszolút, abszolút. És képzeljétek el, bazd meg, képzétek el, hogy idejön egy amerikai, ide jön egy amerikai és felveszi a gúnyáját, fe, oldalára csatolja a csörgős ostort, hegykére pödri a bajszát, és mi azt mondjuk, hogy Bécs ez a mi kultúránk, hagyd abba. Dehogy is, hát mennyire menő. Hát próbál úgy kinézni, mint ahogy egyébként mi nagyon régen, vagy talán soha nem néztünk ki. Lényeg az, hogy próbálja átvenni a mi kultúránkat, ez egy tiszteletteljes, pozitív gesztus. És ettől nem lesz kevésbé amerikai, mi meg nem leszünk kevésbé magyarok. Na, ez volt az én nagy hisztim a kultúrával kapcsolatban. Pödött bajusszal nem szörzettel, így, így. My culture is not your costume. Ez az, amit páram mondanak. Ez egy azért furcsa gondolat, mert értem, de a kosztüm, tehát a, a jelmezviselés mögött nincs tiszteletlenség, egyrészt. Másrészt, ha a kultúrádnak vannak öltözködési aspektusai, és a legtöbbnek van, akkor ezt magadra tudod venni. Tehát ez egy nagyon félrevezető mondás, mert azt mondani, hogy az én kultúrám az nem egy koszt, az nem igaz. Én is magamra tudom ölteni a, 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 a magyar. hogy mondják, az milyen, milyen mellényünk van nekünk? Ilyen olyan díszítéses mellényt is magamra tudom venni. Nem hordom minden nap. Ettől én derogálom a saját kultúrámat? Nem. Fun fact, Taylor Swift pont beleesnek ebbe a... Igen, nem mindegyik, nem mindegyik, de egy rakás. Uh, Szelen a Gomeznek is egy rakásszáma. Uh, beleesik egy rakás száma. egy rakás száma ebbe a BPM-be. Szóval ez egy nagyon-nagyon hülye meghatározása a, ennek a BPM gátnak. Na mindegy. Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy az, a kultúra az lehet egy kosztüm is, amit magunkra veszünk, magunkra öltünk, nem várom el minden magyartól, hogy, hogy, hogy rakott szoknyában és mit tudom én minden flangáljon egész nap, de hogyha magunkra öltjük az egy kosztum, és ezzel nincs semmi baj. Nem kell attól rettegni, nem kell attól rettegni, hogy emberek tisztelt, te, te, tiszteletlenek a kultúránkkal kapcsolatban, mert azt pontosan lehet tudni, amikor tiszteletlenek. Azt mondják, hogy a magyar... Az, mondják, hogy a magyar felveszem ezt a magyar mellényt, és ezt a sityakot, az nem tiszteletlen, mert tetszik, az nem tiszteltlen. Azt mondom, hogy a magyar ember alkoholista, az nem tiszteltlen, mert igaz. De azt mondom, hogy a magyarok azok semmi mások, mint ö, egy primitív ö, vándornép leszármozottjai, akik nem tudnak összetenni két értelmes mondatot, az, az már... Az már annak ellenére, hogy a kultúránból fakad, tényleg vándor vagyunk, ez rossz indulatú, és ez tiszteletlen. Nem az, hogy felveszik a gúnyánkat. Na jó, túlbeszéltük a dolgot, megyünk tovább. Hölgyeim és uraim, gazdasági híreink következnek. A románok mongolnak hívnak minket, az azért nagyon szórakoztató, mert az én egyik legjobb barátom az öreg Noel, ő félig mongol. És nagyon szó, na, ő, na ő, ő rajta, erőteljesen látszik a mongol vér, és nem, 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 né, nem, tehát a mai magyar egyébként sehogyan nem néz ki. Szóval szerintem nagyon kevés igazán jellegzetes fizikai jelzőnk van. Javítsatok ki a tévedek, de én nagyon nehezen ismerem fel a magyart egy rakás lengyel között mondjuk egy csoport jamaikai között egyszerű, de egy rakás lengyel román és Cseh között nehéz megtalálni, hogy melyik a magyar. Nagyon hasonlóan nézünk ki mint itt Kelet-Európában, de az, hogy mongolok vagyunk, az nem. Igaz. MKK miből maradtál le? Egy bölcsésnyw Speedrun van. New speedrun van. De én nagyon élvezem. A mai magyar ember az összes nép Eurázsiában összefőzve. igen, és ettől vagyunk mi kibaszott jók. Ettől vagyunk kibaszott jók. Én, én ezt nagyon élvezem, hogy a magyarok. De ugye erről majd beszélünk a most vagy sohában, ha végre befejezem. De én nagyon szeretem azt a magyar kultúrában, hogy olyan, vagy a magyar történelemben, hogy olyan kibaszott picik vagyunk, hogy egy egész európai történelem során így ültünk, és nem, nem megyek sehova. Jó, jönnek a törökök, oké, jönnek az osztrákok, oké, gyertek! Itt ezzel foglal, az foglal, fucking, jönnek a ilyen olyan barbár törzsek. Jó, én itt maradok. Leszarom, hogy 9 millióan vagyunk, itt maradok! És ez a fajta ellenállás, ez a fajta hisztérikus makadság, ez magyar. Na, és ez mindenfajta fizikai jelzőn túlmutatóan magyar. Menjünk tovább a gazdasági híreinkre. Megerősített a Budapest befektetési ajánlású osztályzat, tehát a Moody's. Nem tudom pontosan, hogy ez mit akar, de a én legjobb tudomásom szerint, azt javítsatok ki, ha tévedek, hogy mennyire biztonságos beruházni egy magyar cégbe, egy magyar vállalkozásba, a magyar létbe úgy általában. Átolvasva ezt a cikket, arra jutottam, hogy maradtunk ugyanazon a szinten, amin voltunk, ez a BAA3, és a döntéshez fűzött elemzésében a Moody's kiemeli, hogy az értékelést, a kibocsátási osztályzat megerősítette és stabil kilátást tükrözi Budapest jelentős szerepét a magyar gazdaságban, a város csökkenő és kezelhető adósság szintjét, valamint azt, hogy a költségvetés kezelése a kihívásokkal terhet működési környezetben is megfelelő. Budapest! Budapest fucking hanging in there! Ezt csak azért hoztam be, hogy örüljünk is valaminek, ami magyarországi. Hell yeah, Budapest! A kihívásokkal terhet működési környezetben is megfelelőek vagyunk. God damn it. Képzeld el bármelyik aspektusát az életednek, hogyha azt mondják, hogy a nehéz helyzetben is megfelelő, az egy remek hír. Igen. Uh, hangsúly, a Moody's hangsúlyozza azt is, hogy Budapest az ország legfejlettebb városaként magyar hazai ösztermék 37%-át állítja elő. Az geci durva. Az geci durva. Az nagyon sok. Több, mint az egy harmadát. Iha. Egyetlen egy város. Szervusz Csokapik, köszi szépen. és a város sok lábon álló gazdasági rendre jobban teljesít az országos átlagnál, azon nem csodálkozom. A budapesti gazdaság magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokra alapuló teljesítménye révén az egyfőre jutott GDP érték a jelentés szerint az országos átlag több mint két, 200 százaléka. Az egy főre jutó GDP érték több, mint ki... Úristen! Hát, srácok, nincs ezzel mit csinálni. Budapest a fővárosunk. Én egyébként... én egyébként Kíváncsi vagyok, hogy melyikek a legjobban ter ter termelő városok. Én megkockáztatom hogy Debrecen jön a seggünkbe fölfelé. Jobban kéne de decentralizálni. Én egyébként ezt, ezt támogatom úgy, hogy én egész életemben budapesti gyerek voltam. Én hegyi gyerekként én nagyon bírom Budapestet, és örülök neki, hogy ennyire menők vagyunk, de olyan kínosan, egyértelműen érzem, hogy mennyire le vagyok vágva az ország teljes többi részéről, hogy nem igaz. Életemben most először fog menni a Hortobágyra. Életemben most először 35 éves vagyok. What the fuck, Szirmai? What the fuck are you doing? Get your ass to Hortobágy. Uh, megyek Hortobágyra, nagyon lelkesedek. Csikósokkal fog nyomulni. Remélem, hogy tudok állatokat is kergetni. Nem úgy, mint a csikósok, úgy, mint a kutyák. Én is, is szaladok mellettük. Wow! <laughs> Csabi, köszönöm szépen a Prime Subscription-t! Már két hónapja vagy velünk, nem mondtál meg minket. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Szerintem a falvakat össze kellene vonni, százfős egymás melletti falvakatnak semmi értelme nincs, élhetetlenek. Ö, hogyha önkormányzati szempontból gondolod, tehát hogy azon a egy adott mondjuk euh, csoportból táplálkozhat, már magyarul. szóval egy adott pénzügyi kasszából táplálkozzanak, vagy építkezzenek, vagy, vagy segítsék a polgáraikat, az mondjuk ne, lehet, hogy nem egy rossz ötlet. Minden áldom az urat, hogy nem Pesten születtem. Tényleg mi a bajotok Pestel? Mi a bajotok Pestel? Mi a bajotok Pestel? Mi a bajotok Pestel? Ha? Ha? Gyere ide! Én nem Pesten vagyok. a pestiek? Fair enough. Koszos büdös húgyszagú? Pest, igen. Buda annyira nem. Buda az nagyon jó, Pest a szutyok. Egyébként a, a, Pestnek vannak problémái kétségtelenül. A tisztaság szempontjából. A közlekedés, Zoli, 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 régi barátunk itt vagy, ismerlek, Zolikem, gyere, gyere még közebb, Zoli, bazd meg. Te nem tudod elképzelni, hogy Budapestnek a közlekedése és a tömegközlekedése milyen elképesztő minőségű, ameddig nem jártál Amerikában. Nem próbáltál meg b bébe eljutni Amerikában. Az a fucking közröhely, ami ott, ott zajlik, gyerekek, az számomra úgy felértékelte Budapestet, hogy nem igaz. Úristen! Amerikában nem lehet sehova elsétálni ha nem New Yorkban és vagy Bostonban jársz, garant nem tudsz sehova elmenni, nincsenek járdák, utak, semmi nincs, autópálya van. Buszok szarok ritkán járnak, megbízhatatlanok, a metrók borzalmasak, még New Yorkban is, aminek nagyon nagy hírű a metróhálózata. Az egész alult támogatott, alult fejlett, minden téren felújításra váró, és úgy általában ö, maga mögött hagyott, vagy elhagyatott, mert Amerikában csak vezetni lehet. Borzasztó. A pöstiek mind bolondok, a folyamatos zajtó meg a város vérkeringése megrágja és kiköpi a lelket. Eh. Elem Elemi és megmagyarázhatatlan viszolgás minden alkalom, amikor fel kell mennem a városba. Sajnálom, Danikusz, aki nincsen hozzászokva, vannak tényleg nagyon fura lehet. Én ezt elfogadom, bocsát, kirakom a kommentedet. Én ezt elfogadom. Nem olyan vészes, nem olyan, no, nem olyan vészes. De mondjuk én Budán nőttem föl, engem is a, hegy, engem is a hegyre küldtek óvodába, hogy ne a városba járjak, fair enough. De eh, ahogy most már azért ér, érzitek ezt a fing szagot, azért én egy nagyon sznob ember tudok lenni. Így vagy úgy, szerintem Budapest abszolút, abszolút, abszolút nem annyira vészes. mint csak más helyen jártam. Én New York Cityben ben és Lexingtonban jártam, de már rajtuk is érzed, hogy csak autóval lehet élni. Borzasztó. Bo Képzeljétek el, Baz meg. Képzeld el, bazd meg, hogy autóval tudsz csak lemenni a boltba. Nincs egy tej, kéne a pudinghoz, autóba kell ülnöd. Tiszta röhely, Baz meg. Nagyon szívesen visszaköltöznék Budára, vagy a közelébe Pest szörnyű ahhoz képest. Egyébként fair, ez, ezt elfogadom, hogy Pest ö, rosszabb állapotban van sokkal, mint Buda. Ez igaz, de Buda, Budán laknak a gazdagok. Gazdagék laknak, az öregek, de szírvai gergely. Egyik se igazán. twitch nem lehet visszatekeni a stream elejére? Ez csak a Youtube, így van. Nekem nincs nagyon város, amire visz viszonyítani tudnék, de a viking lelkemnek az is természetávoli. Danikus, azt viszont teljes mértékben nem tudom fogadni. Szerinted mi a faszért a Balatonon már az életem felében? Egyszerűen igazad van, Danikus. Amint ide leérek egyébként, nagyon szórakoztató. Én egész életemben Budán laktam. Amint ide lejövök, eltelik három nap, meglátom az első autót, hogy jó, kisütött a nap, jönnek le a pestiek, már káromkor ott bassza meg jönnek a pestiek, mert megint tolják le a pofájukat, megint, megint, ó, oh, csak két napunk van, ó, oh, vigyázz, menjél arrébb, oh, nem találom a kukát, úgyhogy kidobom az utcélére, ó! Oh, jaj, elkezdek panaszkodni, hogy hat órakor nyírod a füvet reggel, jaj! azon a gyűlölöm, azon a gyűlölöm a pestieket, amint ide leérek. Ha visszaérek, akkor viszont védem Pestet testel és lélekkel. Ilyen, ilyen megbízható gyerek vagyok én. Viszont, viszont, menjünk egy kicsit komolyabb témába tovább. Beszélnünk kell arról, amit múlt héten kezdtünk el átnézni, de csak nagyon röviden, mert sajnos kevés idő maradt rá. Izrael-Irán konfliktus, srácok. Muszáját beszélünk, mi zajlik keleten. Katonai csapás érte Iránt, ez 19, ez tegnap volt. Katonai csapás érte Iránt, botrány van Izraelben, Köze-Keleti háborús híreink pénteken. Az iráni farsz hírügynökség szerint három robbantást lehetett hallani Iránban, hán tartományban egy katonai bázison, ahol vadászgépek állomásoznak. Legalább csak a katonákat lövik, bazd meg. Őket is sajnálom, nem jó dolog katonának lenni, de még akkor civilekre talán nem terjedt át. Egy amerikai tisztviselő azt mondta, hogy Izrael miért csapást irányra, a létesítmény nem nukleáris volt. Azt próbálnák meg, az meg. Az iráni légvédelmet aktiválták, napközben két értelmű nyilatkozatok születtek azzal kapcsolatban, hogy valóban Izrael támadott-e. Teherán eddig nem vádolta ezzel a zsidó államot, a Hamász viszont igen. Közben Szíriát is támadás érte. Uh, ahogy beszéltük ezt egy régebbi streamben, ez a, ez a közekeleti konfliktus hálózat, ez nagyon sokszor proxi államokon keresztül zajlik, tehát nem konkrétan egymás lövik a, a, a hatalomban rendelkező államok, hanem igen, más országokban küzdenek, mint például Szíriában, ugye onnan indult ki az az egész, hogy ott bombázták le, az iráni nagykövetséget, elvileg az izraeliek. Gyakorlatilag is azt hiszem, ezt bebizonyították. Um, Amerika is szankció dobott ki. Ó, oh, ezt fordítva kéne olvasnunk, ugye? Uh, ha szerint Izrael L jött, lőtt, itt, itt volt az összefoglaló. Igazából az összefoglaló az elmondta, hogy mit tudunk eddig. Majdnem felrobbantották a párizsi Irán konzulátust. Irán párizsi konzulátusába egy robbanó mellényes férfi ment be, de nem robbantotta fel magát. Jesus, nem megint kezdődik a terrorizmus. Megint kezdődik a terrorizmus megint, megint civilek fogják egymást gyilkolászni. Mind a két oldalon, bassza meg. Izraeli ilyeket szankcionál az EU. Azt egyébként hallottátok, hogy kéritek a fan fact hát Most már elég szomorúak vagyunk. Jöhet a fan fact. Jöhet a fan fact. Nem annyira fan, de eléggé fan, Ahhoz képest, amiről most beszélünk. Én szerintem jöhet a fan, Most kicsit elszomorodtunk. Jöjjön egy kis fan. Nagyon sok mindenki nem hajlandó Izrael együtt dolgozni, megszakítani a különböző üzleti kapcsolatokat, azért, mert elítélik Izrael a palesztin lakosság, nem a Hamas, hanem a palesztin lakosság ellen elkövetett, vagy feltételezetten elkövetett bűneit. Elítélik ezeket, azt mondják, hogy, 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 hogy ok nélkül kínozzák a civileket, a palesztinokat, akik nem tehetnek róla, hogy mit csinál a Hamas. Elítélik ezt. Rengeteg ilyen üzleti együttműködés szakadt meg. A legszórakoztatóbb, hogy a Marokói, a marokkói hasisgyártók nem hajlandóak az izraeli csempészekkel együtt dolgozni. A marokkói hasis, aki nem tudja, eddig én se tudtam, az a világ egyik legjobb minőségű hasisa. Nagyon tiszta, nagyon minőségi, és nagyon régóta a, a marokkóiak azok izraeli. Ezek szerint izraeli csempészekkel vitték ki Marokkóból a hasist, és most nem hajlandóak. És valaki megkérdezte az egyik arcot, hogy miért nem, miért ne, de hát ez, ettől elesnek rengeteg bevételtől, miért nem, miért nem adják oda nekik, és az úri ember erre azt válaszolta, hogy eddig dolgoztunk együtt az izraeliekkel, hogy csempészük a hasist, most viszont ö, ö, a palesztinokkal, palesztin testvéreinkkel mi szimpatizálunk, empatizálunk, és ezért együtt ö, Összefogtunk, és nem adjuk oda a hasist az izraelieknek. És ez úgy hangzik, mint egy 80 éves magyar bácsi faluszélen megmagyarázza, hogy miért foglal el négy parkolót a Penny Market előtt. Abszolút. Eddig. Eddig adtunk nekik hasist, de most nem szeretjük, amit csinálnak, hogy most nem kapnak hasist imádnivaló. Én egyszerűen látom azt a farmer bácsit, aki tolja maga előtt a hatalmas hasisbálát, és, és panaszkodik erről a helyzetről. Természetesen itt illegális szerekről és borzasztó háborúkról van szó, függetlenül ettől ez egy komikusabb szelete ennek a dolognak, hogy ezt ki akartam emelni, mielőtt visszamegyünk a mocsárba. Eddig és ne tovább? Ja, Ja. Mondjuk az sem jó, hogy undorító, ahogyan az átlag zsidó emberrel beszélnek a neten, olyanokat zaklatnak, akik csak normálisak, például Amerikában éttermet vezet. Fontos minden ilyen konfliktusok kapcsolatban, ugye általában az élete kapcsolatban ne felejtsétek el. Abszolút lehet mind a két fél bizonyos aspektusokban, bizonyos szempontok szerint hibás. A kettő nem oltja ki egymást szinte soha. Tehát azt mondom nektek, hogy Trump Történelmi mélységbe nyomta le az amerikai politika minőségét. És szánalmassá tette az egész folyamatot, a republikános pártot, és úgy általában a politikai diskurzust, amiről eddig annyira híres volt Amerika. Ezt mondom neked. És te ezzel arra válaszolsz, Joe Biden, bazd meg, meg elkurta a határvédelmet, képtelen nem megfelelő mennyiségű Kampány ígéretet betartani, és kibaszott öreg. A kettő nem függ egymással össze. Abszolút mind a kettő lehet igaz, nem válaszok egymással. Ez az úgynevezett What whataboutism, ahogy az amerikai mondja, tehát, hogy úgy reagálok egy támadásra, hogy jó, de és azzal mi van? Tehát a erre a kommentre csak azért akartam így reagálni, mert az, az, hogy mondjuk én empatizálok a, a palesztinak, a palesztin civileknek a helyzetével, ez nem azt jelenti, hogy helyesnek tartom, hogy átlag zsidó állampolgárokat izé, szivatnak, molesztálnak, bántalmaznak emberek, akik a palesztinokkal empatizálnak. Ez nem, 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 nem tartom automatikusan helyesnek. Ez egy borzasztó helyzet, amiben mind a két fél rengeteg rossz lépést tett, és érdemes átlátni hogy ki miben tud jobban működni, függetlenül ettől nem kell összefeszítenünk ezt a két dolgot. Zsidókat bántani az interneten nem jó. Ez nyugodtan az is kimondhatja, aki a palesztinokkal empatizál alapvetően. És nem az izraeli államvezetéssel, ami egyébként nem felel meg az izraeli állampolgároknak. Ja, brutál állat módon ölt a Hamas, az nagyon durva bazd meg, hogy az izraeli, a, ez nem régi, hozták ki azt a hírt, hogy az izraeli foglyoknak a két harmada már nem él. Van mi ilyesmit mondott a Hamas. Szóval... és még mindig nehezére esik bizonyos embereknek a Hamas terrorszervezetnek nyilvánítani, egyre kevésbé nehéz, én remélem. Rasszokat bántani az interneten nem jó. Úgy általában nézd, nézd. Tehát, Hogyha nemzeti szempontból ö, beszélünk róla, akkor én úgy gondolom, hogy az egyetlen nemzet, aki igazán kritizálható az Finnország, mert ők elmehetnek a picsába. és hogyha kultúráról beszélünk, akkor végérvényesen szerintem az egész világ összefoghatna a franciák ellen. Lekötözhetnénk őket, és, meg, és addig nem engedjük őket fel a székből, ameddig meg nem tanulnak alapszinten angolul. <laughs> legalább csak az, aki a turistákkal foglalkozik, mit szóltok ehhez? Na jó, próbálom szórakoztatóvá tenni ezt a nagyon-nagyon szomorú helyzetet, de, de, a lényeg az, hogy, hogy, hogy a lényeg az, hogy Foglalkozni kell ezekkel is, akkor is, hogyha nem jó érzés. A fi, ugye a mocskos finnek? A mocskos finnek. Na jó van. Szóval az izraelieket szankcionál az EU. Az EU tagamalomok kormányai tömörít a tanács úgy határozott, hogy szankciókat vezet be szélsőséges izraeli telepesek ellen, akik felelősek palesztinok elleni súlyos emberi jogi visszaélésekért. Fel! Ez tök jó. Ez az a fajta kétoldali gondolkodás, ami szükséges. palesztinok ellen visszajelsz, menjetek a picsába. Izraelieket ö, izé, rabolsz el, menjetek a picsába. ez, de ez szerintem egy nagyon szépen alkalmazható kettős viselkedés. Amerikai szankciókat dobogt ki, az Egyesült Államok szankcionálta Benzi Gobsteint, az izraeli lehava mozgalom vezetőjét. Oké. Okay. Hát gyerekek, ez még tegnapi hír, nagyon-nagyon semmi, uh, talán még nem tudható, de nézzük meg, hogy mit találtam. A büdös bogár most a kamera felé megy. Nem állsz rá a kamerára, nem állsz rá a lencsére, nem állsz rá a lencsére. Ez viszont valami, ami Discord ról kaptam, úgyhogy nagyon köszönöm, erről mindenképpen beszéljünk, erről nem tudok semmit. Izrael kinyitotta a Pandora szelencét, mesterséges intelligencia alapú fegyvereket vetett be a háborúban. több ezer gázai lakos haláláért lehet felelős az izraeli hadseregnek, Lavender elnevezésű mesterséges intelligencia alapú programja. A hat történelem első nyilvánosan felvállalt MI fegyvere mint mesterséges intelligencia, akkor MI fegyvere. A lapunknak megszólaló szakértő szerint veszélyes precedens teremthet, a szabályozása pedig lehetetlennek tűnik. Én, én... Van ember, aki csodálkozik, hogy a mesterséges intelligencia két kezdetleges alkalmazási pontja a pornográfia és a hadászat volt? Van bárki, aki, aki csodálkozik ezen, hogy oh shit, oh shit, megjelent egy új technológia, mire fogjuk használni? Sztárokkal gyártunk lejáratú pornovideókat és embereket bombázunk. Ez, a, ez annyira emberiség, ez annyira emberiség, hogy az egyszerűen lehangoló. Igen. Itt van összefoglalója, hogy Netanyahu-t is kritizálják, a t is kritizálják, ha, az már a háború elején sem volt titok, hogy az Izrael legmodernebb fegyverek birtokában van, amelyek védekezés és ez vajon kitől kapta, ugye? Védekezés és támadásra egyaránt alkalmasak lehetnek. Az úgynevezett vaskupola, ami október 7-én a rakét, rakétatámadások nagy részét kivétte, az egyik legfejlettebb hadi-ipari fejlesztések egyike, hosszú évtizedek óta húzódó konfliktus újabb fejezetének kezdetét követően azonban gyorsan megkezdődött a mesterséges intelligencia alapú fejlesztések bevetése is. Oké, mit csinálnak ezek? Seek and Destroy relegű egység koronázza meg, amely egy dróntámadás levezényelve ki tudja iktatni az adott embert vagy embereket. Ja, ez azt jelenti, hogy leköveti a célszemélyeket, és nagy valószínűséggel meghatározza, hol van az otthonuk. Nagy valószínűséggel! Baszott életbe! Ameddig, ameddig a Midjourney nem tud egy kezet összerajzolni magától, nem tudom, hogy láthatok-e okay. a Midjourney, hogyha készül egy képeket, a kezek általában ilyen fura ujjaik vannak, és több van, vagy kevesebb van, mint kéne. Ameddig a Midjourney nem tud normális kezet rajzolni, talán ne lőjünk emberekre egy, egy rendszer alapján, ami nagy valószínűséggel találja el a megfelelő célpontot. Oh, God. Egyre, egyre pacifistább vagyok, ahogy megyünk előre. Egyre pacifistább vagyok, gyerekek. Sweet Jesus. Amerika kapitány Winter Soldier konkrétan. Egyébként igen, Bendegúz. Egyébként igen, Bendegúz. Ú, uh, igen, Bendegúz. Nagyon jól mondod. Ez, ez a, ez a Seek and destroy, netto az, amiben a, uh, amiről az Amerika kapitány Winter Soldier szólt. Hát, eljutottunk ide is. Bazek csak úgy hullanak az emberi életek Európában, ez elképzelhetetlen? Brother in Christ, a szomszédban én zárt. Nem elképzelhetetlen, sőt, mi geciók vagyunk benne, úristen. Az európaiak azért, azért a művészetünk fenomenális, zenei kultúránk, ó, gasztronómiánk, földön túli. Az erőszak exportjában vagyunk azért igazán rutinosak. <laughs> a világon majdnem mindenhol van egy olyan szegmense a néptörténelemnek, hogy ez volt király volt, az a király volt, ez az uralkodó volt, pont, 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 és akkor jött Európa, és azt mondta, hogy kipkop! Milyen fűszer termeltek itt? Kérem az összeset. <laughs> ja. Ja. Még a fucking belgák is, még a belgák is képesek voltak erre. Na mindegy. Ez egy másik, másik, az amerikai imperializmus, vagy a, na, európai imperializmus, az egy másik stream témája. Menjünk is tovább. Nézzük meg, hogy hogy áll Trump bácsi. Nézzünk át egy kicsit nyugatra. Találtam egy összefoglalót a CNN-en, ebben még nincsen benne az a szórakoztató hír, hogy Trump az egyik, egyik tárgyalása során elaludt. Trumpnak 32 ügyben van most tárgyalás a jelen pillanatban. 32 vád alatt van, pontosan. Rengeteg rengeteg ö, problémás dolgot találtak nála. Az egyik legkínosabb és a legnépszerűbb az, az a vád, mely szerint kampánypénzt áldozott arra, hogy kifizessen egy por, ö, pornósztárt, hogy ez ne beszéljen az ő közös ügyükről. Amiről egyébként ez a pornósztár később azért beszélt, az az, hogy a, a akkor volt neki egy a férja trump Trumpal, mikor éppen terhes volt a Trump felesége az egy a legfiatalabb gyerekükkel. Jaj! Ilyen, ilyen fantasztikus ügyekbe kell ennek a narancsága porajátszának beleavatkoznia. E, és megtalálták az ügyészség, ne, ügyészséget, megtalálták a, a, hogy mondják, a jury a Mindjárt írjátok csetbe, mert kicsit késik a cset. Ákos, köszönöm szépen a 18 hónapot. Hogy van magyarul a... Nem bíró, nem, 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 nem. A... Uh, eskütszék. eskütszék, eskütszék, én mondtam először, nem írtátok még le, Az Azaz. <laughs> szóval az Nem, a, a, jury, a juror, juror, az, a, az lehet a bíró. De az inkább a judge. A juror az jogi az ilyen, az ilyen összefoglaló szó a jogi alkalmazatokra talán nem. Nézzük meg, hogy mi a juror. Kérlek szépen. Esküt. Ó, oh, az egy darab esküt a juror. Ó, oh, oké. Okay. Akkor ezek szerint esk, egy darab esküt az a juror, a jury pedig az esküt szék. Tíz ember dönti el, hogy bűnös vagy nem. E, nem feltétlenül, nem feltétlenül, Amerikában ez egy nagyon nagy hatalma van magának, a bírónak is. Abszolút visszadobhatja, abszolút visszadobhatja az eskücéknek az ítéletét. Így vagy úgy, ez az amerikai, az amerikai jogalkotásnak az alapja, hogy a, a jury of your peers, tehát a mindennapi emberek határozzák meg a sorsodat, akik együtt élnek veled, akik esetleg a te jövődben részt tudnak venni, úgyhogy, ja. Mi, minek esküdcég? Alapvetőleg az esküdcégnek a, 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 döntése irányadó, és sőt, meghatározó, a, a, amit a bíró csinál, legjobb tudomásom szerint, amennyire én átlátom, amit a bíró csinál, az meghatározza, hogy ha bűnösnek találja az esküdcég, a bíró határozza meg a konkrét büntetést, illetve, illetve a vádnak az igényei alapján, illetve a bíró csak akkor tudja visszadobni az eskütszék ítéletét, hogyha valami olyasmire talál tanúbizonyságot, ami alapján az esküdszék döntése hibás. Tehát ha úgy látja, hogy befolyásolva lett az esküdszék, vagy rossz alapokon nyugvó döntést hoztak, akkor visszadobhatja. Nem csak azt mondhatja, hogy ez nem így lesz, hanem azt mondhatja, hogy beszéljétek újra. De ennél jobban nem ismerem az amerikai jogot. De ezekbe biztos vagyok. Ja, ja, én örülök, hogy tanultál valamit. Hell yeah. Na, szóval, visszakanyarodván Trumphoz. Most jön az első hivatalos, nyilvános uh, tárgyalása, amiben már el is aludt, legjobb tudomásom szerint. Uh, igen, a, 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 és nagyon-nagyon sok ideig tartott az eskücék kiválasztása, mert nem találtak New Yorkban olyan embert, aki nincsen már egy véleménye trump -a a kapcsolatban. De sikerült elvileg találni. Nagyon fontos sztori egyébként, hogy a média mennyire kaphatja be az összes faszunkat. Uh, volt egy, egy esküt, akit újra kellett választani, ez egy nővér volt, aki akit kiválasztottak, ő egy megfelelő esküt lett volna, de visszamondta, mert bazd meg, a médi, amerikai média már azelőtt líkelte az ő személyazonosságát, Mielőtt megkezdődtek a tárgyalások, és értitek, nekik az egész tárgyalás során nem lehet kiadni, hogy ki van az esküccékben, mert ugye nyilván az ő életét veszélyezteti ez, meg a döntését is veszélyezteti, meg lehet kenni. De még mielőtt elkezdődött a tárgyalás, az meg már kiszivárogtatta a média, hogy ki ez a szerencsétlen nővér, úgyhogy visszamondta, teljesen meg tudom érteni. A média azért néha nagyon-nagyon senki házi tud lenni. Így van. Na most a másik fontos dolog, amiről akartam nyugodtan kapcsolatban beszélni, az az, hogy a demokraták és a republikánusok összefogtak, és 15-re, 15 igen, 100, okay. szóval hogy 165 demokrata és 151 republikánus összefogott abban, hogy támogassa ezt az úriembert, aki most a, a House Speaker, tehát az amerikai alsóháznak a vezére, és, úgy, és azért gyűlölik, mert ő is, ő is, nem, nem hajlandó felmondani, nem hajlandó visszalépni. Azért nem szereti a jobb oldal, mert ő is támogatja a ukrajnai támogatást. És Ukrajna meg fogja kapni ez alapján az ukra a támogatását Amerikától. Erre nagyon rég, nagyon rég várnak az ukra uh, ukránok. Uh, Joe Biden egy ideig küldött nekik, azután viszont nyilvánvalóan elvette a figyelmét az izraeli helyzet, illetve úgy gondolta, hogy nem tudnak többet adni Ukrajnának, illetve nem egyértelmű hogy megfelelően tudnának támogatni, támogatást nyújtani, és, és úgy néz ki, hogy megint támogatnak. Én ennek örülök, hajrá Ukránok! Nagy, nem szeretek, nem, tudjátok róla, nem szeretek mindig ilyen nagyon óvatoskodóan fogalmazok, abszolút ukrán párti vagyok, nagyon-nagyon remélem, hogy megoldódik az a helyzet most már. Most né ó, nézzük. Azt mondja, milyen király, hogy visszamondta, nem engedte magát lefizetni. Á, de ó, ez ki lesz rúgva a gecibe ez az ember. Ne gondold, ne gondold, hogy nem lesz azonnal kirúgva ez az ember. Ez már úton van kifelé. Így van. Nem, nem változtatta meg a ház szabályzatát, és így van. És még mindig azért van támogatás, de őt ki fogják rúgni. Ki fogják rúgni. Ez egészen biztos. A kemény vonalas, nagyon szélső jobbos... A nép azok, azok nagyon nem szetik őt. Így van. Így van. Én, én csodálkozom, hogy még nem rúgták ki. Így van. És itt vannak, itt vannak, három republikánus már kezdeményezte a lemondatását. Marjorie Taylor Green, Thomas Messi, őt nem ismerem, és Paul Gosar. Gosar? He! De Marjorie Taylor Green, na ez az igazi szörnyeteg, aki ne... Úristen, őt nagyon utálom. Ez, ez egy hazug, hazug nőszemély. Ő mondta, ő mondta csak, hogy egy, egy, egy a leghíresebb, legviccesebb információt akarjátok róla tudni. Ő mondta, ő mondta, hogy a zsidók űrlézerekkel euh, izé, manipulálnak és építenek űrlézert, és zsidó űrlézer van. Vigyázzatok! mert jön a zsidó űrlézer. Már nem is emlékszem, hogy mire mondta ezt, vagy hogy hol érezhető a zsidó űrlézer hatása, de ilyen nyíltan antiszemitának lenni az meg 2024-ben egy különleges, különleges, izgalmas álláspont. Neki ez azonban sikerült. Hoppá! Kaptunk valami tá támogatást? Gyerekek, annyit pofázok, hogy észre sem veszem. Ákos, köszönöm szépen a 10 community gift szabot. Jézus már, milyen jó fejek vagytok, mivel érdemelem ki én ezt a támogatást. Nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm az újabb 10 gift szabot, srácok, mi mindenki köszönje meg Ákosnak, aki tőle kapta. Nagyon-nagyon köszi. Szerintem ő is, őt is eltállt egy ilyen lézer? Abszolút, abszolút. Jaj, nagyon köszönöm Ákoskám. Nagyon köszönöm, nem tudom miért kaptam, de remélem, remélem, hogy azért mert jól szórakozol. Alright, srácok, Ákos kedvéért tovább lépünk a fárasztó, fárasztó amerikai politikáról, és megnézzük a tech ahol tudjátok, hogy néha nagyon ritkán, nagyon ritkán beszélünk olyan hírekről, ami senkit se érdekel. Én igyekszem úgy összerakni, hogy ezért mindenhol a relevánsabb témákról beszélgessünk az én kis ö, 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 gyab, f, f, elfogadható szintemen. De most megragadom ezt az alkalmat, felruházva ákos támogatása által, hogy varhamerről beszéljünk, jöjjön a tech Oké. Okay. Ne aggódjatok, ne féljetek. Mindenkit be fogok avatni. Nem kell többet tudni, ezt a címet elég elolvasni. A Warhammer 40 ezer rajongói ki vannak borulva azon, hogy női kastódizok lettek az új kódexben. Be kell, hogy avassalak titeket. Be kell, hogy avassalak. A Warhammerben van egy emperor, aki most már úgy, ahogy egy zombi gyakorlatilag, fél, fél, halott, de ő az emberiség megmentője, felemelője a vezére. Egy isten. Egy technikailag is szuper képességekkel rendelkező isten. Az emperor. Ő csinálta a space marinokat, ez sok embernek mondhat valamit, nagyon népszerű katonái, a leglátványosabban egyértelmű Warhammer 40k karakterek. A space marinok, ők, ők a az átlagos embernél négyszer-ötször erősebb, és kompetensebb és menőbb katonák, három tüdejük van, két szívük, stb. Összerakott ilyen, ilyen, ilyen soldierek ezek a, 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 a Space Marinok. Szóval itt van az Emperor, itt van a Space Marine. A Space Marinoknak az irányítói, az ő vezéreik, a, az úgynevezett... Ö, most össze vagyok keveredve, vagy, mi, mi? mi Primark, igen. Az ő, tehát a Space Marinok vezetői a Primarkok. -ok. A Primark az még ezeknél a három tüdejű, két szívű, két és fél méter magas Super is magasabbak, ami három méter környékén vannak, és nekik konkrétan mágikus képességeik vannak. Ő belőlük van valami húszas szem, valami ilyesmi, vagy tizen akárhány, aki még él. Szóval, ők, ők aztán már Super soldier és szuperebbek. És ezeknél, Ezeknél a Primarkoknál is feljebb van egy lépésre a God Emperor-tól. Az egyik, hanem a legerősebb, legfenomenálisabb képességekkel rendelkező, legbrutálisabb, harcos emberi ö, ö, katonák a, az úgynevezett Custodies, ők az a God Emperornak, az emberiség vezetőjének a testőrei. Ez azért fontos, hogy értsétek. Mert ezek a testőrök mióta világ a világ férfiak, és most kijelentették, hogy nem. A, a mi istenünknek a testőrei azok lehettek nők is, és ezen borultak ki a Barhamere rajongóik, mi a faszért? Ez a lista, amit leírtam, tele van totális hülyeségekkel. Onnan indultunk ki, hogy a mi vezérünk egy Isten, és onnan folytattuk, hogy a szuperkatonáknak három fucking tüdeje van. Miért nem lehet ebbe a rendszerbe belehelyezni négy és fél méteres, tíz tüdővel, húsz szívvel rendelkező halálizmos csajokat? Melyik logikai rendszer alapján nem férnek oda? Én abszolút el tudok képzelni nagy barbárnőket hatalmas izomzattal, rengeteg szuper képességgel. Ez egy. Ez egy teljes oké dolog! Uh, és ezt ki fogom fej fejteni, de előtte megköszönöm. Fenyesej, köszönöm szépen a 10 community gifts, hogy sajnos Csak mert van Hell yeah! Hell yeah, fenyesej! Örülök, hogy tetszik a téma, nagyon örülök! Köszönöm szépen a rettenetes támogatást, igazán kedvesek vagytok, nagyon-nagyon kedves, hogy köszönöm szépen. Akkor folytatjuk fenyesej miatt. Gyerekek, Eddig volt a Warhammer része, most megyünk át ennek az elméleti részébe. Amit felvázoltam nektek, az egy, az egy ka szuper katonáknak a rendszere. Megérthető, hogy azt mondják, hogy a logikus, hogy a mi himnemű, technikailag himnemű vezérünk, az Emperor, ő himnemű testőrséget csinált meg magának. Elképzelhető. Teljesen korrekt. A fontos dolog, amit rengeteg ilyen Rossz váltás, nem váltás alapján át kell gondolnunk, hogy a világon belül ez racionalizálható-e, megmagyarázható-e. Ha igen, akkor nem igazán veszítettünk semmit. Ha nem, akkor érdemes visszatámadni. Tehát kis hableány, teljes volt a felháborodás. Elmagyarázták, hogy a karib tengerből jött a kisablány. Karib kinézete van, cool. Whatever. Nem haltunk bele. Nem haltunk bele. Viszont Kleopátra afroamerikai bőrrel jelentkezik, mi ő egyértelmű macedón és görög, Uh, 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 genetikája van, és ezért fehérbőrű volt, fehérebb, oliva színű bőrű volt, és az egyértelműen azért váltották feketére, hogy ezzel is azt mondják, hogy ez a mi, mi világunk, és, stb. Ez egy, és tiszteletlen az egyiptomi kultúra iránt, bazd meg, ilyen egyértelmű politikai döntésnek alávetni az egyik leghíresebb és legfontosabb történelmi karakterüket, na ott ellen kell szegülni. Ott abszolút az egyiptomiakkal vagyok, ne, le, ne, ne, ne írjátok újra a Kleopátrát közé. Szépen ő egyéb volt köszönjük szépen. Értitek a kettő közötti különbséget. Ha valami tényleg veszélyeztetve van, valami tényleg el tudunk veszíteni, abszolút megértem, hogy szembeszállunk az adott döntéssel. Abszolút, hogy a felszínességet, álságosságot látunk mögött, abszolút meg, megérthetően küzdünk ellene. De ez csak akkor működik, és csak akkor alátámasztható, hogyha. Átlátjuk, hogy mikor nincs értelme az megugrálni. Miért fáj? Miért fáj, hogy van egy csaj a négy méteres szuperhősök között? Ki a faszt érdekel? Ha jól tudom, az az apja a csajoknak, hogy semmit nem mondott ellen nekik, és az írónak vannak velük ötleteik. Semmi nem mondta, hogy nem lehetnek nők! És á, a legfontosabb dolgot nem mondtam el! A Warhammer 40 ezerben két havonta változik valami, bazmeg! meg! Három könyvenként teljes mértékben újraírnak karaktereket. Négy évente mindenki cserélődik. Az például, hogy a törpék törpéke és hogy melyik törpék hol törpék, az húsz évig nem beszéltünk róla, és aztán hirtelen megjelentek a. hogy hívják őket? hogy hívják őket? Squid Jack, vagy valami ilyesmi? Nem, nem, az más. Votenek, votenek, ez az crunch, köszönöm. A votenek. Nem beszéltünk róla, bazd meg, hogy léteznek 20 éve, és aztán hirtelen előszedtük a seggünkből őket, és ők az egyik legpozitívabb elemei ennek az egész sötét univerzumnak. Hogyha ezt elfogadjuk, kit érdekel, hogy, kit érdekel, hogy ennek a fucking ge ge genetikai szörnyetegeknek néha mellük van. Mit veszítettünk? Mit veszítettünk? Mondjátok el, hogy mi a faszomat veszítettünk. És én mondom ez azért tartom fontosnak kiemelni, mert bizonyos esetekben megértem, hogy szembeszállnak az ilyen retkonok ellen a rajongók. És abszolút támogatom, de ez csak úgy működik, hogyha észreveszik, amikor, amikor viszont elfogadható. Danikus, köszönöm szépen a 10-bites csírt. Remélem tetszett ez a nagyon hosszú monolog, nektek örülök, szépen, hogy itt voltatok. Ez nagyon kikívánkozott belőlem. Ez, ez, ez nagyon fontos volt. Csak nyertünk például az a szirmai rage time abszolút, abszolút, ez annyira unom, hogy ezen még mindig gart Mondom, a Warhammer 40k rajongók, azok, 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 fogják vissza magukat, mert folyamatosan újraírják az egész univerzumot. Az, a, fucking, a, 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 mire képesek pontosan a tiranidok, honnan jöttek pontosan a nekronok. Nagyon szórakoztató ez a világ, mindenki másnak tudom ajánlani, de megyünk tovább. Megyünk tovább. Köszönöm szépen a lelkesedést, srácok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ennyien voltatok itt ezen a News-on. Most jön a beígért, lezáró szexiség. Jöjjön a lényeg. Szóval az történt, hogy eh, ahogy szokásomhoz szíven, ugye, Jenna Ortéga híreket kerestem, és nem találtam semmi újat. Viszont, úgy gondoltam, hogy ez egy lehetőséget ad nekünk arra, hogy visszanyúljunk a régi, az igazi gyökereinkhez, és keressünk valami információt Zendajáról. És Zendajának most egy új filmje van kin, ami teniszezők romantikus összefűzédéséről szól, én még nem láttam, majd hazamegyek, megnézem. Szóval, hogy van benne szexiség, és bazd meg, csak hogy lássátok, milyen állapotban van a média, beírtam, hogy Zendaja, és ráklikkeltem a Google News opciójára, és most olvassuk végig, mit láthatunk. Nem csak a vetkőzésről szól Zendaya új erotikus filmje. Zendaya leüti a meccslabdát, magyar nemzet változatlanul hozza a cikkeket a nagymamának. Zendaya meglepő haja jelent meg, különleges jelentése van. Zendaya csipkés átlátszó ruhája egy álom. Erre rá is klikkeltem, hogy megnézzem, hogy mi ez rajta az álom, a képet nem lehet látni. Cipője után most Zendaya köldökik kivágott ruhájára is jutott egy teniszlabda. Mi a fasz? Mi a fasz? Kritika, Zendaya elcsavarja a fejedet. Zendaya dekoltázsa nem csak a mélysége miatt volt látványos. <tos> 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 Idáig kellett lekanyarodnunk, mire találtunk valamit, hogy Zendaya Reveal a Williams Reaction to Her Tennis Skills. Idáig kellett letekernem, hogy a Geo.tv egy olyan cikket tudjon nekem elhozni, amire egyértelműen a teniszezésről is van szó. <laughs> ja Istenem! És ezek a, Tehát ez, ez egyszerűen csak... A média az semmit nem változott a televízió hőskora óta, de... Egy kicsit elgondolkoztat abban, hogy mit kéne nekem csinálnom ahhoz, hogy én is ilyen híreszteléseket kapjak. Lehetne mondjuk az, hogy Szirmai Gergely szürke macskónadrágba nadrágba tartotta a streamjét. Szirmai Gergely bevágott egy pózt a streamje végén. Nem hiszed el, hogy mi történt, amikor Szirmai Gergely felállt a székéből ezeket a híreket mind le lehet hozni a mai streamünk kapcsán. Szeretném megkérni a sajtót, hogy így írjanak a mai Bölcsész Newsról. Én adtam három tippet, de nyugodtan engedjétek szabadjára a gondolataitokat. Bármit írhatok erről a roppant erotikus lezárásról. Kérlek, tegyétek meg, úgy néz ki, hogy ebben nagyon jók vagytok. Viszont, amiben mi nagyon jók vagyunk, az a Bölcsész News speedrun, Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Ez volt a mai streamünk, ez rövidebb volt ugye a szokásosnál, egy jó 20-30 perccel, de én úgy gondolom, hogy ez, ez a fajta pörgetés, ez jól működik. Lehet, hogy több hírt szedek össze a következő bölcsészen, és kicsit tovább tart. Ez új megközelítés volt, remélem tetszett nektek. Én nekem nagyon tetszett, én elégedett vagyok, srácok, de nem értünk véget még a hétvégi. Banzai, holnap találkozunk a filmhírszímen. Nagyon köszönöm a rengeteg gipszabot és a rengeteg támogatást. Ez igazán lelkesít és igazán pozitívvá teszi ezt az élményt. hogy tovább kísértezzünk ezzel a műfajjal. Nagyon jó fejek vagytok. Ölellek titeket, csókollak titeket. Holnap találkozunk.